mindig el szoktam mondani ilyenkor dicséret után, de egy kicsit próbálok átkapcsolni most, így a dicséret után nem könnyű megszólalni. A gondolatait összeszedni az embernek, de megpróbálom. Nagyon érdekes korban élünk manapság, ezt ti is érzékelitek. Sok mindenben látni, hogy mintha a feje tetejére állt volna minden. Ugye ez az utolsó időket mutatja. És ha szeretnénk, ha akarjuk, ha nem, nekünk is itt kell élni ezekben az időkben, és valahogy boldogulnunk kell. Láthatjuk azt is ezekben az időkben, hogy nagyon sok hamisítvány van. Mindent meghamisítanak az emberek. Igen, tudom, minden Kínából származik, tudom, ez tényleg így van, de látjuk, hogy egyre nagyobb tere van ennek, és az a szomorú, hogy nem csupán mondjuk öltözet, vagy étel, vagy ilyen területeken, hanem lehet látni, hogy szellemi területen is nagyon sok hamisítvány van. És ez nem jó hír, de nyilván ez is az utolsó időknek az egyik jele. És ebben a meghamisított világban kell nekünk valahogy eltájékozódnunk. És én úgy gondolom, hogy nincs más tájékozódási pont, csak egyedül az ige. És nincs más tájékozódási pont, csak egyedül Jézus Krisztus. Persze mondhatjátok, hogy ott van az ige, hogy sokan jönnek az én nevembe, meg ezt mondják, azt mondják, ez valóban úgy van. Csak soha ne felejtsd el, hogy mindig ott van a kezedben az ige. Ott van a szívedben Istennek a beszéde. Pont az alkalom előtt beszélgettünk egy pár szót így a múlttal kapcsolatban, és én is el tudom mondani nektek, hogy sokáig úgy volt vele az ember, hogy amit mondtak, kiállt valaki, elmondta, és 100%-osan elhitte az ember. Sokszor arra nem vettük a fáradtságot, vettem a fáradtságot, hogy ott volt a kezemben a Biblia, és utána nézzek, hogy az valóban úgy van-e. És nincsen más út, testvérek, csak az ige, és nem véletlen, hogy az ige az testé lett. Azért, hogy el tudjunk boldogulni ebben a nagyon kacifántos és nagyon fura világban, ami ismétlem a feje tetejére állt. Szeretnék egy igét fölolvasni nektek az elején. Ilyen rövid igét még soha nem olvastam föl az elején, mint most fogok. Szeretek sok igét felolvasni, fogok is sok igét felolvasni. Mosolyogtunk egy picit itt az elején, hogy milyen lenne, hogyha most felolvasnám ezt az igét, és utána az összes többi igét adnám nektek papíron, és mondanám, hogy nézzetek utána otthon, mint egy házi feladat. És nézzétek meg, hogy mit mond az ige ezekről a dolgokról. Ugye itt van hétfőnként igeolvasás, ami egy nagyon jó dolog. Az igét olvassák fel a testvérek, már többször ugye végigértetek, Laci, ugye a Biblián, és nem lehet megunni, ugye? Nem lehet megunni az igének az olvasását. Még azokat a könyveket se, ami látszólag úgy tűnik, hogy milyen száraz, és hú, gyorsan lapozzunk túl rajta. Én ahogy hallottam, még az is nagyon sok érdekességet és kijelentést tartalmaz. Azért, mert hogyha megtelik szellemmel, akkor ez az ige élő és ható. És belehat az ízeknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat. Tehát ezért jó, hogy az ige fel van olvasva. Ez egy nagyon jó dolog. A 2 Mózes 20.3-hoz vagy odalapoztok, vagy nem, nem probléma. Egy nagyon rövidet szeretnék ebből az igéből felolvasni. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ámen. Véget ért. Hogyha ennyi lett volna a mai üzenet, szerintem ez is bőven elég lett volna. És mindenki gondolkodjon rajta, hogy kinek mi az idegen Isten. De azért egy kicsit ennél tovább megyünk, ha nem haragszatok meg, érte. Még egyszer szeretném, ne legyen neked
idegen isteneit én előttem. Egy szó szerinti fordítást szeretnék olvasni, még egyszerűbb, ne legyen más istened. Ne legyen más istened rajtam kívül. Ha most csak csupán a szavakat néznénk, és most megnézzük, hogy az Ószövetségbe járunk, ugye Mózes könyve, törvényadás, akkor ugye már lehet hallani a gondolatokat, hogy ugye nyilván kinek adta ezt az Isten. Tisztában vagyok vele teljes mértékben, hogy kinek adta a zsidó népnek, de tudjátok, vannak olyanok az igében, ami egyetemes és örökké van. Vannak olyan kijelentések, amik mindenkire vonatkoznak. Ha szeretnénk ezt, ha nem szeretnénk, akkor is vonatkozik ránk. Teljesen mindegy, hogy a zsidó népnek adta ezt az Isten. Ha most csak pusztán így tekintenénk és azt mondanánk, hogy hát mi már az új szövetségben vagyunk, és hát ránk más dolgok vonatkoznak. Ez is igaz részben, de vannak olyan örökérvényű parancsolatok, amik a világegyetemet fenntartják a működését. Én meg vagyok róla győződve, hogy a leges, legfontosabb az ez. Nem véletlen kezdődik ezzel a 10 parancsolat. Ne legyen más istened rajtam kívül. Az Ószövetségben ugye, ha visszatekintünk, egyértelműen meg tudjuk azonosítani, és látjuk ugye a bálványokat, tudjuk utána a következő részeket, amit mond az ige, hogy ki vagy mi az idegen Isten. Ugye ott van, hogy ne csinálj magadnak faragott szobrot, stb. Tehát úgy be tudod azonosítani nagyjából az átlagember is. Ugye az egy nagyon jó kérdés, hogy a mostani időben, amiben most élünk, és én gondolom, hogy nincsen egy bálvány szobrod otthon, én úgy gondolom, hogy ezt bizalommal mondhatom felétek, hogy nincsen bálvány szobrotok otthon, a kis házi szentéllyel. Tehát de mégis ugye felmerül a kérdés, hogy a mostani időben ki vagy mi lehet az idegen Isten a számunkra. Ezt meg fogjuk nézni, de viszont megnézzük, hogy ez mit jelentett először is az Ószövetségben. Nagyon sok bálvány van a mai időben is, és tudjuk, hogy mit jelent a bálványimádás, de fogunk majd látni olyan igéket, ami megmutatja számunkra, hogy ez nem olyan egyértelmű, mint aminek látszik. Könnyű azt mondani, hallatszodik? Be van kapcsolva? Nincsen. Milyen jó, pedig milyen jó hangos voltam. De jó. Nem gondoltam, hogy ilyen hangos vagyok. Szuper. Be van kapcsolva. Köszönöm. Nem, úgyis mindig szerettem volna egy kicsit ezen változtatni, hogy hangosabban beszéljek, mert ez is fontos valamilyen módon, hogy ne itt magamba motyogjak, de most magamat is megleptem, hogy mikrofon nélkül milyen hangos vagyok, de azért most nem fogok kiabálni. Tehát visszatérve, nagyon sok bálvány van, és nagyon sok veszélyt hordoz ez magában, és vizsgáljuk meg akkor most egy történet alapján, hogy milyen veszélyei vannak a bálványimádásnak. Most először az Ószövetséget fogjuk megnézni. A Bírák 17.1-et. Bírák 17 első verszaktól. Bírák 17 első verszaktól. Hogyha mindenkinek megvan. Azért fontos követni az igét, majd meg fogjátok látni, mert vannak benne érdekes fordulatok. Jó hallani is, tudom, hogy a hit hallásból van, de jó néha látni is, mert lehet, hogy megelevenedik neked egy kijelentés belőle. Vala pedig egy férfiú Efraimnak hegyéről való, kinek neve Mika vala. És mondta az ő anyjának, azaz 1100 ezüst, mely tőled elvétetett, és amely miatt te átkozódol, és füleimbe is mondtad, íme az az ezüst én nálam van, én vettem el azt. És mondta az ő anyja, légy megáldva, fiam, az Úrtól. És visszaadta az 1100 ezüst pénzt az ő anyjának.
És mondta az ő anyja, szentelve szentelem e pénzt az Úrnak az én kezeimből fiaimért, hogy egy faragott és öntött bálványt készítessék abból, azért most visszaadom azt te neked. De ő, a Mika, visszaadá a pénzt anyjának, és vett az ő anyja 200 ezüst pénzt, és odaadá azt az ötvösnek, és az készített abból egy faragott és öntött bálványt. Ez azután a Mika házába volt. És a férfiúnak, Mikának volt egy temploma, és készített efódot és terafimot, és felszentelte az ő fiai közül egyet, és ez lett neki papja. Ebben az időben nem volt király Izraelben, hanem Kiki azt cselekedte, amit jónak látott. Amen. Meg fogjuk nézni aprólékosan is, de ez egy nagyon érdekes kijelentés itt. Nem a vége a történetnek, ez még csak a közepe. A többit majd olvassátok el otthon, nem akarom az egészet felolvasni. Ez egy nagyon fontos, hogy mindenki azt cselekedte, amit jónak látott. Egy másik fordítás azt mondja, hogy ami a szeme előtt jónak tetszett. Hát mindenki azt csinált, amit akart. Ahogy így követi az ember az eseményeknek a sorát a mai időben is, én úgy gondolom, hogy ez a mai időre is igaz. Tudom, hogy a kegyelemnek az időszaka van, de látszik, nézzétek meg az egyházat főleg természetesen, de az egyházon kívül is, szinte egy olyan idő van, amikor mindenki azt csinál, amit akar. Azt csinál, ami tetszik az ő szemei előtt. Ugye ez a bírák korszaka egy nagyon veszélyes időszak is volt egyben Izraelnek az életében. Majd meg fogjátok látni, hogy miért. Én úgy gondolom, hogy megvan a veszélye a szabadságnak is, hogyha az ember nem jóra használja. Mert sok mindennek nem látod most egyelőre a következményeit, hanem csak később lesz meg. Ez most a kegyelem időszakában én úgy gondolom, hogy teljesen ilyen. Nem látod a következményét bizonyos dolgoknak. Bármire, idézőjelben mondom ezt, bármire ráfoghatod, hogy az Úrtól van. Bármire mondhatod, hogy a Jézus nevében csinálod. Kiállhatsz a pulpitus mögé, hazudhatsz is. Állíthatsz valótlanságot is. És látszólag nincsen következménye. De ne gondoljuk, hogy ez így van. Csak mondtam, hogy látszólag. Ma megtehetsz bármit. Egy összejövetelen is meg lehet bármit tenni. Egy zakóval és egy legyintéssel elsöpörthetsz egy lelátót a Szentlélek nevében például. Ezt is megteheted. Azt is megteheted, hogy a színpadon gyógyulás címén valakinek összetaposod a szemüvegét. Az egy más kérdés, hogy utána leesett a színpadról, mert nem tudott lemenni a lépcsőn, de megteheted. És látszólag nincsen következménye. Mindenki azt csinálhat, amit akar. A nagy kérdés, hogy ebben a mindenki azt csinálhat, amit akarba, hogy tudsz te kiigazodni? Hogy tudok én kiigazodni? Ezt fogjuk most megvizsgálni, jó? Nézzétek meg ezt az igét. Van egy Mika nevű ember. Még annyit hozzáteszek, hogyha érdemes a Bírák könyvét is elolvasni, az előtte lévő részeket és az utána lévő részeket is majd olvassátok el otthon. Ugye Zoli foglalkozott Sámsonnal, mindenféle oldalával a Sámsonnak. Erről nem kell semmit beszélnem, hallgassátok meg. Nagyon jó volt, ahogy bemutatta Sámsont. Na most Sámson után szólal meg ez az ige, és itt még van egy pár fejezet a Bírák könyvéből, ami majd egy nagyon érdekes konklúzió lesz belőle. De most nézzük meg, hogy mit csinált ez a Mika, mivel próbálkozott.
Ugye mindenki azt csinált, amit akart, úgy kereste, úgy próbálta meg az Istent keresni, ahogy akarta. Azért a cselekedetek persze nem múlnak el, annak ellenére, hogy keresed az Istent, azért nem mindegy, hogy mit csinálsz abban a nagy Isten keresésedben. Ugye volt ennek egy anyja, az apjáról nem tudunk semmit, nem említi a Biblia, és volt az anyjának 1100 ezüstse, amit felírtam ide magamnak, de lehet, hogy te tudod magadtól is, ez olyan 13 kiló ezüstnek felel meg. Bármelyik korban nézzük, szerintem ez azért nyomott a latba, egy 13 kiló ezüst, azért az nem kevés. Ugye ezt az ezüstöt valamilyen módon mi megtudjuk a történetből, hogy a Mika ellopta az anyjától. Nem tudjuk, mit szeretett volna vele csinálni, de ellopta. Ugye a Mika anyja megátkozta azt, aki ellopta ezt az ezüstöt. Itt már azért fenntartással lehet bizonyos dolgokat nézni a nagy istenkeresésbe, hogy megátkozol valakit esetleg egy ilyenért, de mondjuk ez egy ilyen kor volt, megátkozta. Ugye ebben a Mikában volt egy ilyen kettősség, mert hát azért nem szerette volna ezt az átkot, ezért meggondolta magát, és visszaadta az anyjának ezt a 13 kg ezüstöt. Az anyjában rögtön egy éles váltás történik, mert abban a pillanatban, amikor visszaadja az anyjának ezt a 13 kg ezüstöt, azt mondja neki, hogy áldjon meg az Úr fiam. Ugye nem tudjuk, mennyi idővel előtte megátkozta, azt megtudja, hogy a fia, és rögtön áldást mond rá. Föltehetjük a kérdést, hogy vajon jöhet-e egy helyről egy ilyen is, meg egy olyan is. Az ige azt mondja, hogy nem. De menjünk tovább. Áldjon meg az Úr fiam, és visszaadta az 1100 ezüstöt az anyjának, és most figyeljetek, aki ekkor ezt mondta. Ez egy nagyon fontos mondat. Teljesen odaszentelem az Úrnak a fiamért, hogy egy faragott és öntött bálványszobrot készítsenek belőle. Tehát annyira felbuzdult az anyuka, hogy azt mondta, hogy teljesen oda szenteli ezt a 13 kg ezüstöt, hogy egy bálványszobor készüljön belőle. Mindenki megörül. Ugye az anyja ravasz módon, vagy nem ravasz módon oda akarja adni a fiának ezt az ezüstöt, hogy valamilyen módon mégis valahogy ezt a piszkos munkát intézze elő, odaadja ezt a 13 kilogrammot, hogy akkor csináltassa meg Mika ezt a bálványt. De Mika visszaadja. Nem akarja megcsináltatni ezt a bálványt. Mi történik ezután? Anyuka gondol egyet, és ebből az ezüstből elvesz belőle 200 ezüstöt, csak mondom, körülbelül 2,4 kg ez az ezüst, tehát 200 ezüstöt ebből az ezüstből, és odaadja az ötvösnek, hogy készítsen belőle egy faragott és öntött bálványt, ami ezután Mika házába került. Látszólag ez egy ilyen sima történetnek mutatkozik, de mégsem az. Tesz ez az asszony, hogy most jó vagy rossz, ezt most ne ezt nézzétek, tesz egy felajánlást, úgymond az Istennek. Meglett az ezüstje, 13 kiló, és azt mondja, hogy ebből a 13 kilót felajánlom az Istennek. Mire elkerül az ötvöshöz, már csak 2,4 kg maradt belőle ebből a felajánlásból. Lehetett volna, azt ajánlotta fel, hogy mind a 13 kg-ból csináltat egy bálványszobrot. De ő végül is csak 2,4 kg ezüstöt adott oda az ötvösnek. Tett egy fogadást, amit a következő cselekedetével azonnal megcáfolt, mert nem teljesítette. Mit mond az ige, hogy mit csináljál a fogadásokkal kapcsolatban?
teljesítsd az Úrnak tett fogadásaidat. Tettél már fogadást az Úrnak? Kerül olyan szoros helyzetbe az ember, hogy azt mondja, Uram, ha most ebből kisegítesz ebből a helyzetből, az egész fizetésemet odaadom. Most csak mondtam valamit, hogy ezt csinálom, azt csinálom. És mondjuk az egy nagy dolog, de nagy dolog az a szorult helyzet is, amiben benne van az ember. Hányszor tett ilyet az ember, ugye? Hogy Uram, csak most segíts. Ha ebből kisegítesz, tiéd vagyok örökre. Következő pillanat. Hogy lesz a 13 kg ezüstből 2,4 kg? Hogy lesz a nagy ígéretből, hogy lesz nem hogy a felese, hanem a tizede se. Még a tized se jött be itt. Kevesebb volt, mint a tized. Tehát nagyon fontos, hogy amit fogadunk az Úrnak, azt megtartsuk. Tudjuk, hogy most a bírák korában vagyunk, nem az új szövetségben vagyunk, de mégis vannak igazságok, amik örökérvényűek. Teljesen mindegy, hogy az Ószövetségben tartózkodunk, vagy éppen az új szövetségben. Mit csinál ez a fiú? Megkapja ezt a bálvány szobrot, van neki egy kis szentélye otthon. Ezért mondtam, hogy bízok benne, hogy nektek nincsen szentélyetek otthon, és nincsen benne egy bálvány szobor, de ennek a fiúnak, férfinek volt. Mit csinál? Van egy házi temploma, ahol efódot és házi bálványt készített. Felszentelte az egyik fiát, és ő lett a papja. Hát itt kettő olyan dolgot is olvashatunk, amit elvileg nem csinálhatott volna meg. Persze gyakorlatilag megcsinálta, de elvileg nem csinálhatta volna meg. Azért, mert tudjuk, hogy abban az időben az efódot nem viselhette a házi bálvány, az efódot a főpap viselte. Nem sikerült van egy kép, csak azért, hogy el tud képzelni, de nem tudom, hogy azt most ki tudjuk-e tenni. Ha Google-ba beírod, hogy főpap és efód, akkor kiad egy képet, csak szerettem volna megmutatni. Ha sikerül kirakni, kirakjuk, ha nem, nem. Csak azért, hogy vizuálisan el tud képzelni, hogy mit csinált ez az efód, milyen szerepet töltött be. Most, ha sikerül, akkor kirakjuk, ha nem, nem. Megmutatom nektek, amúgy ez egy ilyen kép, csak így nektek mutatom most itt, akik itt vagytok. És itt ugye, itt a főpapnak az öltözékébe mindegyiknek megvolt a szerepe. Tudom, hogy valaki ezt tudja, nem probléma. Ezt most annak mutatom, aki nem tudja. Aki tudja, az csak bólogat, hogy igen, igen, ez a főpapi öltözet. Na most ezen volt egy ilyen papi köntös, egy ilyen melvért szerűség, ami egy ilyen gyolcsból volt, és ezen volt a hósen, amin rajta volt egy kis tábla, amin 12 kő volt rajta. Nem ilyen teológiai tanulmányt szeretnék most mondani, csak érdekességképpen mondom, hogy mi volt ez az efód. És ugye volt ebbe egy kis zseb, ott, ahol ezek a kövek vannak, és elvileg, azért mondom így, mert itt azért vannak ezen a területen kérdések, de ebben a zsebben a főpapnak volt az Urim és a Tumim, ennek is utána tudsz majd olvasni, akár beütöd a Google-be, és most már ezt megteheted, és megtalálod, ami ugye egy érdekes dolgot, ezáltal kérdezték meg az Urat. Hogy mi volt ez abban a kis zsebben, valaki azt mondja, hogy egy kis kövecske volt, kettő kövecske volt. De az volt a lényege az egésznek, hogy ezáltal kérdezték meg az Urat a főpap, hogy mondjuk valaki elmenjen-e csatába például, vagy ne menjen el csatába. Ennek a jelentősége általában annyi volt, hogy valamire igen a válasza Istennek, vagy nem a válasza. Tehát ezt csak azért mondtam el, hogy ez a Mika fölruházta egy ilyen efóddal. Valaki azt mondja, hogy ez egy bálvány szobor volt, maga ez az efód is, de valaki azt mondja, hogy ez egy ruhadarab volt, ugyanúgy, mint a főpapon ezen a bálványon. Én azért vagyok amellett, hogy inkább egy ruhadarab volt itt is ezen a bálványszobron, mert ha majd elolvassátok a történetet, akkor látni fogjátok, hogy a Dán törzse elviszi Mikától ezt a szobrot.
Lesz ugye előtte egy lévita, hozzászegődik Mikaelhoz, akit a saját papjának fizetésért felfogad, elviszik azt a papot is, a dán törzse, és mondják ennek a lévitának, hogy kérdezze meg az urat, hogy ugye elmenjenek-e harcolni, vagy sem. Tehát ezért mondom, hogy ezen a bálványszobron volt olyan jegy, volt olyan tartalom, ami úgymond megegyezett mondjuk az eredetivel. És itt van a legnagyobb kanyar az egészben, testvérek, hogy amikor úgy látszanak dolgok, minthogyha megegyeznének az eredetivel. Csak azok nem azok, hanem hamisak. Tehát föladhatsz egy bálványszoborra egy efódot, fölaggathatsz rá bizonyos olyan jegyeket, amit mondjuk a főpapnak kellett viselnie, de az nem az, amit az Isten rendelt. Hanem az egy bálványszobor, amit ráadásul tudjuk, hogy nem is 13. Igen, itt van, és ott van az a kis táblácska, amin van 12 kő, ami ugye a Jákobnak a fiait jelképezi, a 12 törzset, és az, amin ez a ruha rész rajta van, az a gyolcsból készült köntös, az az efód. Tehát ugye itt mindennek megvolt a jelentősége, a kis sapkának is, ugye a csengettyűknek, minden dolognak megvolt a jelentősége. Ezt csak azért akartam így bemutatni, hogy lehet olyan jegyeket viselni, ami nyomokban hasonlít az igazihoz, az eredetihez, de lényegét tekintve nem az. És a mi számunkra az a fontos, az új, nekünk már nem kell ilyen ruhákba gondolkodni, szerencsére az új szövetségben, de viszont lehet hordozni olyan jegyeket ma is, ami hasonlít az eredetihez. Ugye nagyon nehéz mit kezdeni, ugye Zoli sokszor beszél róla, és nem azért, mert csámcsogunk a csonton, hanem azért, mert nagyon nehéz megkülönböztetni, amikor valaki azt mondja, hogy most a Szentlélek nevébe mondok neked valamit, álljál fejen. És akkor azt mondja, hogy hát ez az Úrtól volt. Használja azokat a Szent Szellem, Jézus, Isten, még van valami hatás is esetleg, és te lehet, hogy tényleg fölfordulsz, mert elhiszed ezt az egészet. Közben van egy nagy hamisság mögötte. Gondoljatok bele, hogy hány olyan összejövetelen vett részt az ember, amikor ilyen hamis dolognak adta át magát. Pont most hallottam egy olyat, amit megint nem lehet hova tenni, hogy lehetséges az, hogy azt mondja ugye mondjuk a prédikátor, hogy keserű érzések jöttek rá, és ez igazából azért van, mert a gyülekezetben annyi ember keserű. És hogy jó lenne, hogyha megváltoznátok és megtérnétek ebből, mert így nekem is olyan keserű az egész. Most én ezt egy kicsit így lefordítottam, jó? Tehát ér engem mondjuk egy hatás, gondolj bele. Miért vetítem ki én azt rád? Mondjuk azt mondom, hogy István, ez miattad van most. Mert beakadt ennek a lába beakadt ennek a izének, és ez azért van, mert te olyan csúnyán néztél, és hát jó lenne, hogyha ebből megváltoznál. Igen, vigyázba is ült az István rögtön. Tehát értitek, hogy vissza lehet élni azokkal a jegyekkel, azokkal a dolgokkal, amiket Isten adott az embernek. Nem azért adta a hatalmat, nem azért adta a Szent Szellemet, hogy te másokon uralkodjál. Nem azért adta az igazságokat, hogy bebizonyítsd a saját igazadat, és a földbe döngöld a másikat. Nem ezért adta. Volt egyszer egy érdekes beszélgetésem, egy ilyen csoportba ültünk valakivel, és szóba került valakinek így a végén már kicsit ilyen bűnnek lett nevezve, és ugye mondta az a vezető, hogy hát neked lehet, hogy a bűnöd, ha a te életedben van, ha ugyanez az én életemben van, akkor az csak hiányosság. Ez is egy nézőpont megközelítése, hogyha rólad van szó, tuti, hogy bűnről van szó. Ha rólam van szó, akkor hiányosság.
és légy szíves, nézd el nekem a hiányosságot. De ne haragudj meg, én a bűnt neked nem tudom elnézni. Közben az egy ugyanolyan bűn volt, értitek? Csak hogy értelmezed? Kire teszed az effódot? Mire használod az igét? Arra használod, hogy földbe göngyölje valakit? Arra használod, hogy amiből neked kéne megváltozni, azt ráhányod a gyülekezetre? Amiből neked kell megváltozni, abból neked kell megváltozni. Ne gondolja senki, hogyha ezek a hatások így működnének egy az egybe, nem lenne élő ember a Földön. Nem lenne. Pont a feleségem, ahogy jöttünk, beszélgettünk, hogyha ha gondolati szinten csak, hogyha ha megtehetnél úgy sok mindent, ugye, és a lehetőségeid nem lennének korlátozva, és csak gondolatba kilőhetnéd a másikat, mondjuk az űrbe, akkor nem lenne ember a Földön, ha megtehetnéd ezt. És jó, hogy nem tehetjük meg? Milyen jó, hogy nem tehetjük meg, ugye? Ugyanebben a parancsolatokat, hogyha végigolvasod, akkor látod, hogy hogy cselekedjél a fele barátoddal, amire azt mondja az ige, hogy milyen a fele barátod? Olyan, mint te. Olyan a fele barátod, mint te. Milyen vagyok én? Ezzel alól nem kivétel a pásztor se, de a próféta se. Amúgy meg hozzátehetné az ember, hogy azt mondja a Biblia, hogy aki első akar lenni, az legyen utolsó. És mindenkinek a szolgája. Ez is egy mentalitást tükröz. Ha elolvassátok majd a Bírák könyvét, és nem fogom ilyen tanárbácsisan azt mondani, hogy ígérjétek meg nekem, hogy elolvassátok, de légy szíves, olvassátok el majd az ezután lévő részeket, azt fogjátok látni, és közben én is fölveszem a szemüvegem, sokkal jobban látok amúgy, ha fölveszem, így. Néztem, hogy miért nem látom rendesen a betűket, most sokkal jobb. Tehát azt fogjátok látni, hogy ilyen anarchikus állapotok léptek fel a Bírák könyvében ezek után. Én úgy gondolom, hogy a mai időre is ez teljesen él. Itt összekeveredtek a dolgok, az istenkeresés, az istenismeret, a másokon való uralkodás, a varázslás, a politika, itt minden úgy összekeveredett, hogy szinte egy ilyen szellemi szempontból egy ilyen anarchikus állapot van. Ne csodálkozzunk azon, sokan csodálkoznak, de nem értem, hogy miért, ne csodálkozzunk azon, hogy a szellemnek nincsen az a jelenléte. Tehát ezen ne csodálkozzunk. Tehát lehet tanulmányokat írni, meg nem tudom ilyen dolgokat mondani, hogy miért nincs a szellemnek a jelenléte. Hát ilyen önvizsgálatot kéne inkább tartani, hogy miért nincs a szellemnek a jelenléte. Lehet próbálkozni, egyénileg történnek az emberekkel dolgok, ez mindig is így volt, és vannak ilyenek, de közösségi szinten azt látni, hogy nem működnek valamiért. Valamilyen módon mindenki azt csinál, amit akar. Itt kell nekünk valahogy eligazodni. Ugye két helyen is megemlíti itt az ige, és azt tudjuk, hogy amiről rövid időn belül kétszer is szó van az igében, az egy nagyon fontos. A történet folytatásából ugye kiderül, hogy az első 16 részben, a Bírák könyvében Izrael az ellenséggel harcolt mindig. Ez egy nagyon fontos, hogyha egy ilyen perspektívából megnézitek majd a Bírák könyvét. Ebbe beletartozott Sámson is, Gedeon is, így a filiszteusok, úgy a filiszteusok, ezt ismeritek. És történik egy változás a 17. rész után. Izrael nem az ellenségével kezd el harcolni, hanem saját magával. Nézzétek meg, hogy mi lett a következménye ennek. Science fiction filmbe beillő dolgok történnek, nem is kell megnézned otthon egy ilyen filmet. Elolvasod a Bíráknak ezeket a könyveit, és ilyet szerintem a legjobb rendező se talált ki, ami itt történik. Lopásról fogsz olvasni,
nemi erőszakról, gyilkosságról, bálványimádásról, és az egészben Izrael mind saját magát pusztítja. Ami jónak tűnt nekik a maga szemükben, azt csinálták. Mindenki azt tette, amit jónak látott. Nagyon érdekes, itt megjegyzi valaki, hogy a Bírák könyvének a végén Izrael népe már csak önmagával harcol. Jól figyeljetek, ez egy nagyon fontos momentum, és egy óriási tanulság ránk nézve is. Átvették ellenségeik szokásait, bálványokat imádtak, szexuális erkölcstelenségbe éltek, egymásnak ugye már nem adták meg a tiszteletet, és nyomokban nem emlékeztetett semmi az Istenre, az Isten igazságára. Úgy néz ki, hogy a könyv végére valójában saját maguk legveszélyesebb ellenségükké váltak. Tehát mire véget ér ez a könyv? Azt látjuk, hogy átvették az izraeliek a környező népeknek a szokásait. Nézd meg, légy szíves, hogy a mai időben bizonyos emberek milyen eszközökkel élnek. Nézzétek meg! Olvasol te valahol átkozódásról, hogy átkozd meg azt, aki nem ért veled egyet? Zárd ki, hozd nehezebb helyzetbe. Ki az ellenség? Kinek az ellensége ma? A testvérem az ellenségem? Azon kell munkálkodnom, hogy csinálom ki a testvéremet? Nézzétek meg, mi lett a bálványimádásnak a következménye. Izrael saját magát kezdte felemészteni. Szeretném föltenni a kérdést nektek. Sok esetben nem azt látjuk ma, hogy a keresztények saját magukat emésztik fel. Kitalálnak maguknak meséket, kitalálnak maguknak teóriákat. Megcsinálják a saját istenüket. Meg lehet csinálni a saját Istent ma is? Simán. Ugye azt mondják itt az igéhez hozzáértők, hogy amikor azt mondta itt Isten, hogy ne csinálj magadnak, ne legyen előttem ugye más istened, ezzel ugye azt is mondta, hogy a sorban ő szeretne az első lenni. Ez egy örökérvényű igazság. És miért szeretne ő az első lenni? Azért, mert egy diktatórikus úr? Azért, mert ő rosszat akar neked? Azért akar az első lenni, mert tudja, hogy az a legjobb neked. Tudja, hogy csak ez jelenti számodra a megmenekülést. És mit mond, ha megnézitek majd a kettő Mózes könyve, ugye ez megtalálható máshol is a Mózesnek a könyvébe, tehát ez is kétszer van benne, akkor azt látjátok, hogy azt mondja, hogy milyen az Úr. Azt mondja, hogy mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Tehát azt mondja, hogy féltőn szerető Isten. Ugye itt egy másik fordításban azt mondja, hogy féltékenyen szerető Isten. Ez nem az a féltékenység, amikor túlzott mértékben egy házasságban, hogy valaki féltékeny a másikra, vagy féltékeny a kollégájára. Itt nem ilyen féltékenységre kell gondolni, hanem azt mondják, hogy itt olyanra kell gondolni, hogy Istennek nagyon mély érzelmei vannak az emberek iránt. Tehát nem közömbös az ő számára, hogy ki vagy te. Nem közömbös az ő számára, hogy mi fog veled történni, hanem igenis nagyon mély érzelmeket táplál irántad. Ezért nagyon fontos, hogy ne legyen más istened rajta kívül. Ha majd végigolvassátok, és ebben ezt most leszeretném zárni, a Mikának a történetét, akkor meglátjátok, hogy milyen következményekkel jár. Az Ószövetségben még amúgy sok ilyet találunk, tudom, biztos ti is tudnátok mondani,
De meg fogjátok látni, hogy mik azok, amik nem jó tanácsadók. Például mi, ami nem jó tanácsadó? Például a félelem. A mai korra ez abszolút igaz, mivel próbál meg egy hamis dolgot elhinteni az ördög, félelmet próbál beültetni az emberekbe. Nézzétek meg, csak Izraelben is mi lett a félelemnek a következménye. Ketté szakad Izrael. Ugye Salamon után ott van Roboám, ugye, és Jeroboám. Északi királyság, déli királyság. Ugye Roboám volt a fia Salamonnak, Jeroboám pedig kapott egy ilyen küldetést az úrtól, hogy ott az északiakat terelgesse. Az Isten támogatását élvezte. Mi történt? Egyszer csak lehet, hogy úgy nagyon gondolkodott magába, hogy zajlanak a történések, és arra jutott, hogy ha Izrael népe a három nagy ünnepre elmegy a déli ország részbe, mivel kötelező volt fizikálisan ugye oda menni, akkor el fognak pártolni tőlem. És ezért ugye elkezdett ettől félni, és jött egy olyan ötlete, ezt az embert az Isten helyezte ebbe a pozícióba, figyelj. Jött egy olyan ötlete, hogy csináljunk két aranyborjút Dánba és Bételbe, és akkor így az Izrael népének nem kell elmenni délre, hanem majd itt megünnepeljük azokat az ünnepeket, amiket előírt az Isten. Mi lett a következménye ennek? A nép aljából választott papokat nem lett volna szabad. Csinált egy bálványkultuszt, aminek a csúcspontja nem más, mint Jézabel. Ez lett a csúcspontja. Elindultunk onnan, hogy valaki fél attól, hogy azt, amit rábízott az Isten, azt ő el fogja veszíteni. Gondolj bele, mi már tudunk, megiratott a számunkra, tudunk tanulni másoknak az esetéből, tanúság miatt irattatott meg nagyon sok minden. Az Isten belehelyez téged valahova. Szerinted nem tudja, hogy utána mi történik veled? Szükség van egy pót cselekvésre? Szükség van nekünk bálványt csinálnunk, amikor az Isten oda helyezett téged valahova? Kell emberi erőfeszítéseket tenni? Kell az az efód? Kell az a hasonmás? Meg kell csinálni azért, mert a félelem van. Nézzétek meg, hogy mi lett a következménye ennek. Ami az egészet így megihlette bennem, és ezt most tényleg így őszintén mondom nektek, szokták mondani, ha valaki azt mondja, hogy őszintén, akkor az nem őszinte, de most én tényleg őszintén mondom nektek. Egy velem megtörtént eset ihletett meg ebben, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül. Ez még az Anya Szent Egyházamban történt meg. Egy olyan szolgálatban voltam, akik úgy próbálták úgy a rendet úgy fenntartani. Most fogalmazok így. Ennek volt szép oldala, volt nem olyan szép oldala, árnyoldala, jó oldala is. Ebből már megtértem, nem tudtam mindenkitől bocsánatot kérni, akit esetleg kitettem a gyülekezetből, de hát majd lehet, hogy az Úr ad kegyelmet egyszer összefutni azokkal az emberekkel. Sokszor nem saját maga megfontolásából tette ezt az ember, de mégis így történt, tehát én is benne voltam, ezért már bocsánatot kértem. Volt egy olyan eset, hogy egy ember nagyon kirívóan viselkedett ott egy ilyen aulában. Nem is mondható természetesnek és normálisnak se a viselkedése. És az egyik testvére oda mentünk hozzá, és nagyon szépen finoman szerettük volna megkérni, hogy hát jó lenne, hogyha ezt most nem így csinálná, amit csinál, és nem baj, hogyha ezt nem bírja abba hagyni, vagy akkor menjen haza, vagy ez kívül tágasabb, és kint kéne megcsinálni. És itt jött a nagy füles, és ami szíven ütött, azt mondja nekem, hogy én nem parancsolok neki, mert neki csak a Szent Szellem parancsol, és a Szent Szellem azt mondta neki, hogy ő most ezt csinálja. Most így elsikladhatnánk fölötte, hogy ez csak egy olyan kijelentés volt, de higgyétek el, hogy sokkal több van emögött, mint pusztán egy embernek a kényszerképzete. Tehát azt mondta, hogy
neki csak a Szent Szellem parancsol, és neki is most itt azt mondta, hogy őrjöngjön, és ezzel felborítva ott mindent, a normális rendet. És mondta, hogy neki csak ő parancsol. Bennünk nem a Szentlélek van, tehát mi nem parancsolunk neki. Ez akkor nagyon mellbevágott, szíven ütött ez a dolog, és mindjárt ott volt, eszembe jutott, hogy hoppá, hát ez az ember csinált magának egy Istent. Csinált magának egy saját Szent Szellemet. Hogy nem sikerült neki, nem tudom. Ez mondjuk nagyon látványos volt, de csinált magának egyet. Tehát nem csak az Ószövetségre vonatkozik az, hogy ne legyen idegen, vagy hamis, vagy más Istened rajtam kívül. Ez egy ugyanolyan Isten. De nem szeretném most a vizes lepedőt ráhúzni erre az emberre, mert nem rá szeretném kihegyezni ezt, hanem csak azt, hogy az új szövetségben teljesen mindegy, újjászületett keresztény, karizmatikus lehetne sorolni, teljesen mindegy, megcsinálhatja az ember ugyanúgy a saját Istenét. Kell egy kis ideológia, kell egy kis ez az, a kis keverni, kavarni a tába, és mindjárt létrejön a saját Isten, aki parancsol nekünk. Na most tudjuk, hogy az e világ istene ki, ugye? Azt tudjuk a világ, tudjuk a Bibliából. Ki az e világnak az istene? A sátán. Ugye a sátánnak volt egy bukása. Amíg, tudom, hogy erről már egyszer régebben beszéltem, de ennél a más Istennél, az idegen Istennél nem tudom kihagyni, hogy hogy lett a sátán sátán. Tudom, hogy lehet, hogy tudjátok, tudom, hogy lehet, hogy a fületeken jön ki, de mégis hagyj mutassak egy-két dolgot, ami úgy gondolom, hogy nagyon is fellelhető a mostani időkben. Hogy történt meg Luciferben az, hogy ő lett a sátán? Egyet tudni kell, a bűnnek van egy természete. A bűnnek van egy magja, ugyanúgy, mint az Istennek is van egy magja. Erről olvashatsz az Új Szövetségben, erről majd legközelebb, erről a magról. A bűnnek van egy magja, ami nem más, mint az önközpontúság. Ebből az önközpontúságból három folyamat indult el Lucifernek, ami az egyik a büszkeség volt, a másik a kapzsiság és a vágy, a harmadik pedig az önfejűség. Vannak itt emberek, akik ezt a bűn háromságának hívják, tehát nem csak szent háromság van, hanem van bűn háromság. Kérlek, jegyezzétek ezt meg, büszkeség, kapzsiság vagy vágy és önfejűség. Mit csinált a büszkeség? A büszkeség az egy törvénytelen kívánságba ejtette, olyat kívánt meg, ami tiltott volt. Ezt látod a 2 Mózes 20.17-ben, a 10 parancsolatban látod, a vágyat a kapzsisághoz köti a Róma levél is. Kívánságot nem ismertem, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. Tehát Luciferben lett egy törvénytelen kívánság. Nézzétek meg, mi történt, amikor Jézus visszajött a pusztából. Ugye oda megy hozzá az ördög, és azt mondja, tudjátok, hogy mit mond neki, most nem akarom mindegyiket felolvasni, de az a lényeg, hogy igét mond Jézusnak. Sokszor hallottuk, igen, tudja a sátán is az igét. De nem is akárhogy. A probléma akkor van, ha jobban tudja, mint mi. Ő nagyon jól tudja, hogy ez az efód, az egy bárványszobrot akar. Ő nagyon jól tudja, hogy mi van az embernek a szívébe. Nagyon jól tudja, hogy ott van-e a büszkeség, ott van-e az a kapzsiság, és ott van-e az az önfejűség, amiből pillanatok alatt kialakítasz egy saját Istent magadnak. És mit szokott ezután az ember csinálni? Fölteszi az Istennek az a kérdés, hogy nem értem, hogy hogy kerültem ebbe a helyzetbe.
Ugye Lucifer akkor mondta ki a vágyát, amikor azt mondta, hogy hasonló leszek a felségeshez. Ezután ott volt az önfejűsége. A büszkeség és a túlzott vágy arra sarkalta, hogy Istentől kapott szabad akaratát önfejűségben Isten akarata ellen fordítsa. Figyelj, nagyon fontos mondat. Istentől kapott szabad akaratát önfejűségében Isten akarata ellen fordítsa. Ugye, amikor azt mondta nekem ez az ember, hogy nekem csak a Szent Szellem parancsol. Csinált magának egy saját Istent. Kapott egy szabad akaratot, de volt egy nagyfokú önfejűsége is mellette. És létrejött az Isten. Egy másik esetben azt mondta egy testvér, hogy mindenkinek mondjuk kellett volna egy sorba beállnia, és mondjuk ő nem állt be, és megkérdeztük, hogy te miért nem állsz be ebbe a sorba. És azt mondta, hogy tudod, ki vagyok én? Mondtam neki, nem. Ki vagy te? És mondta, hogy kinek a gyereke. És mondtam neki, hogy mit tudunk most csinálni. Ez ugyanúgy rád is vonatkozik. De azt mondta, hogy nem, rá nem vonatkozik, mert tudod, hogy ki vagyok én? Hát ott is lett egy saját Isten. Az én. Az egy kemény Isten amúgy az én. Azzal van a legnehezebb dolgunk. Ott már az ótermészet is kőkeményen van. És ezt mondta. Tehát vannak ilyenek a mai világban is. Most olvastam egy nagyon érdekes cikket, pont a héten, csak hogy nagyon tanulságos volt a Hitlernek az egyik jobb kezéről, vagy a legfontosabb emberéről szólt ez a cikk, úgy hívják, hogy Himmler, ezt az embert. Ő intézte ott a piszkos munkát, és azt mondják, hogy hát ebben a piszkos munka elvégzésében nem hagyott semmit maga után, tehát tényleg megcsinált mindent. A Hitler ilyen hűséges emberén, leghűségesebb emberének nevezte. Na most képzeljétek el, hogy csak az önteltség, hogy mennyire ördögi az önteltség. Ugye elvesztették az egész háborút, és hát voltak emberek, akik nem lettek öngyilkosok, és ugye elkezdtek menekülni hamis papírokkal. Amúgy megtaláljátok valamelyik hírportálon ezt a cikket, és most nem fogom az egészet, mert hosszú. A lényegét szeretném csak, ami nagyon megütött, hogy ugye menekültek ezek az emberek, és szereztek hamis papírokat. És a nagy átlagban, ezeknek, akik ilyen szökevények voltak, a nagy átlagban olyan útlevél jutott, vagy olyan papír, ami, ha lehet így fogalmazni, rangon aluli volt, mert ilyen bakáknak a papírjait kapták meg. De képzeljétek el, hogy ez az ember, ez a Himmler, ennek nem volt jó ez a papír. Tehát ez annyira öntelt volt, és a hiúságát annyira zavarta, hogy azt mondta, hogy neki valami rangjához méltó embernek a papírját adják oda. Külsejét megváltoztatta, levágta a bajszát, egyik szemére egy ilyen félszemű, egy ilyen szemtakarót tett, mint a török filmbe, Jumurcsák. Tehát egy ilyet tett. A szemére azt mondják, hogy még a külsején is ugye változtatott, ruházatán mindenén, minden tudott változtatni. Belül ugyanaz az ember maradt. Egy öntelt, hiú, öntörvényű ember. Mi történt? Ugye kapott egy ilyen rangjának megfelelő papírt, valami őrmester szerűség, ezt majd elolvassátok. És ugye volt egy ilyen átkelő hely, ahol át kellett kelni ugye mindenkinek, tehát papír ellenőrzés volt. És azonnal kiemelték a tömegből, mert ilyen papírja volt. Nem a kinézete miatt, hanem azért, mert ilyen rangban volt. Azonnal kiemelték a tömegből, és ugye bekerült egy ilyen fogolyhelyre. Na most a fogolyhelyen nem bírta ki, hogy ne mondja el, hogy ő kicsoda.
De képzeljétek el, ezt még tetézi, mert hogy őt úgy kezeljék, hogy a rangjához méltóan kezeljék még, mint hadifogoly is. Tehát gondolom érzékelitek ebből, hogy mi történik, amikor lehúzzák a rolót teljesen valakinél. Tehát annyira elvakult volt, annyira önteltség volt benne, olyan erős volt a büszkesége, ezt már lehet fogalmazni, már lehet azt mondani, hogy ördögi volt, hogy egyszerűen, bocsánat, de ahhoz annyira hülyét csinált belőle az ördög, hogyha kapja egy bakának a papírját, egy kis senkinek a papírját, akkor lehet, hogy átmegy azon az ellenőrzésen. De nem. Fordítsuk le most ezt magyarra. Mi történik akkor, amikor nem tudsz engedni az önteltségedből, vagy a büszkeségedből, vagy éppen hagyod az óemberedet felülemelkedni. Mit mond az ige, hogy mielőtt jár bukás? A felfuvalkodottság, ugye? Bukás fogja. Egyértelmű, hogy bukás. Mi történt? Ez az ember nem tudott lemondani, mert benne volt. És miért mondja Salamon? Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert minden élet onnan indul ki. Nem csak neki, nem csak neked, nem csak nekem, hanem mindenkinek. És mivel ez a bűn a sátánban belül született meg, ezért ugyanúgy ezek a hamis dolgok is az emberben belül születnek meg. Tehát ezért nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük ezeket a történéseket. Volt egy ember, akit ti is ismertek és hallottatok rá, csak azért, hogy most nem ilyen náci bűnösökről, ezt csak egy példaként hoztam föl, tanulságos nagyon. De most nézzünk például a hamis elhívással kapcsolatban egy példát az egyházban. Volt egy olyan ember, akit én nagyon tisztelek, és nagyon sokat olvastam róla, és mindig megérintett a szolgálata, meg amit olvastam róla. És ezt is mondtam már, és ne haragudjatok meg ezért, de ezt nem lehet elégszer mondani ezeket a dolgokat, és nem azért nem vagyok bálványimádó egyáltalán. Ezt az embert úgy hívták, hogy William Branham. És az ember, ez kapott ajándékot Istentől, mint ahogy sokan mások is kaptak, és szerintem te is kaptál valamit az Úrtól, mert mindenki kapott valamit, ebbe biztos vagyok. Különböző természetesen a hit is, különböző az elhívás is, de én úgy gondolom mindenki kapott. Ő kapott egy olyat, hogy nagyon tudott a betegek felé szolgálni, meg a tudománynak a beszéde nagyon erős volt benne. Ez nem a varázslás, hanem ez tényleg a tudomány beszéde, de mindig a gyümölcseiről ismered meg a fát. Tehát ez nem az, hogy fogom az akkumat, és lendítek egyet, és nem tudom, mi történik, és talán meg mész, mert úgy fáj a lábad, hogy elestél, hanem itt valóságos dolgok történtek ezeknek az embereknek az életében. Ugye följegyeztek egy olyan esetet, hogy az egyik faluba volt egy, hát Afrikáról beszélünk most, tehát ugye a környezetet nem kell ecsetelni, szegényes környezet, nélkülözés, ugye nagyon nehéz az élet, és volt egy kislány, aki vak volt. És hallották, hogy ahol ők élnek, onnan egy pár száz kilométerre ugye szolgál ez a Branham, és szerették volna ezt a kislányt eljuttatni hozzá, hogy imádkozzon érte, hogy lásson. És nem volt rá pénzük, szinte nem volt rá anyagi javuk. Ugye egy busz vitte el őket, tehát valamilyen módon kellett összeszedni a busznak az árát, hogy ugye el tudjanak menni. És végül is úgy sikerült, hogy senki nem tudott a kislánnyal menni, hanem fölrakták egy buszra a szülei, és azt mondták neki, hogy ez a busz, ez majd ott letesz téged, és akkor kérje segítséget, hogy oda vigyenek ehhez az emberhez. Megérkezett ez a busz, több száz kilométerről beszélünk, ez nem a mese délután most, amit mondok, hanem ez valóság. Megérkezett a busz, leszállt a kislány, és akkora volt a tömeg, akkora volt a felfordulás ott a sátoros evangelizáláson, hogy hát látható szinten esélye nem volt, hogy akár a Branhamnek a közelébe jusson. Kért segítséget ott emberektől, akikkel együtt utazott meg minden, hogy valahogy segítsenek, de nem volt segítője ennek a kislánynak. És kiabáltott, hogy segítsetek, vigyetek oda ehhez az emberhez,
És egyszer csak megszólította valaki. És kérdezte tőle, hogy miben tudok neked segíteni. És mondta, hogy abban, hogy légy szíves, vigyél oda ehhez a, most gyógyító ember, mindegy, hogy hívták, nem az a lényeg, vigyél oda hozzá. És mondta neki az ember, hogy én vagyok az. Én vagyok az az ember. Tehát ez az, amit Isten cselekszik. Ilyet nem tud csinálni az Isten, amikor benned hiúság, önteltség, büszkeség van. És ott imádkozott a kislányért, ott a forgatagban, és megnyíltak a szemei. Figyelj, tudott egyfelé is szolgálni. Lehet, hogy lehetett volna a VIP helyen a sátorba, ahol ment a légkondi, de ő ott volt az emberek között, és oda vezette a szellem. És mi történik ezután? Telnek, múlnak az évek, és egyszer csak ennek az embernek jön egy gondolata, ti is ki fogjátok találni, hogy honnan jött ez a gondolat, nem jó helyről, hogy ő elkezd tanítani. Beszédhibás volt ez az ember. Nehezen lehetett érteni, amit mondott. És kezded úgy valaki úgy magyarázza esetleg az igét, vagy úgy beszél, hogy nem igazán érted. És szól neki a környezetébe, nyilván vannak emberek, akik a bizalmasai, és szólnak neki, hogy hát nem biztos, hogy tanítanod kellene. Nem biztos, hogy ezt kéne csinálnod. De azt mondta, hogy neki azt mondta az Úr, hogy most már ne a szellemek megítélését, ne a gyógyítást, ne azt használja, amit adott neki, hanem most már változtasson és tanítson. Ez a bukásához vezetett, mert nem hallgatott senkire. Olyan szinten, hogy neki, ezt ugye Kenneth Hagintől tudjuk, most az, hogy ezt nem tudjuk leellenőrizni, de ezt elhihetjük, mivel egy autóbalesetben halt meg a Brennan, tehát ezért ez nem kitaláció. Ugye ez kijelentette az Úr valakinek, hogy ugye elveszi az életét, hogy az üdvössége megmaradjon. Olyan szinten bement ebbe a hamis dologba. Ezt csak azért mondom, hogy van ilyen, hogy valaki kitalál magának egy hamis elhívást, és nincs az az ember, aki meggyőzze. Még akkor is, hogyha bizalmasai voltak. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, ki van az első helyen az életedben. Nézzünk meg egy-két igét. Ugye még egyet szeretnék hozzátenni ehhez, hogy itt megint csak megemlítve, akár majd itt fogjátok látni az igébe, hogy van más evangélium is, akár a jóléti evangéliumnál, ugye nagyon egyszerű a tétel, itt van a számodra az ige. Ugye valaki azért imádkozik, vagy valaki azt kéri a hívőktől, ugye ezt is egy ilyen friss dolog, hogy még egy repülőre szeretne pénzt kérni a hívőktől. Ugye egy másik ember elfújja a koronavírust, tehát itt aztán vannak olyan dolgok, hogy itt tényleg fejre állhatsz, mert tehát ilyen hamis dolgokat nagyon rég voltak. Ennél sokkal egyértelműbb volt a Mikának a házi bálványa, az ott tudtad, hogy mi van. Itt nem nagyon érted, hogy van ez, hogy miért gyűjt valaki repülőre. És az ember tett egy olyan kijelentést, lehet, hogy ez nem tetszik most sokaknak, de akkor is ki kell mondani, hogy azért nem jött vissza még az Úr, mert hogy a hívők keveset adakoztak. Hát ez egy nagyfokú balgaság. Mindegy, hogy ki mondta ezt, teljesen mindegy. Nem tudom, hogy milyen állapotban most van, de ilyet nem lehet kimondani. Ilyet te nem olvasol az igébe. Ugye, nagyon egyszerű, itt van az ige, olvasd el, hogy mit csinált Jézus, mit csináltak a tanítványok, meg stb. És meg fogod látni, hogy más Istent akarnak-e rád erőltetni, másik evangéliumot, és így meg fogod látni, hogy ki van az első helyen az életedben. Akkor most megnézzünk egy-két igét, ha nem haragszotok. Csak azért nézem, hogy mi legyen az első ige. Nézzük meg a 1 Timóteus 4, 1-től 3. Nem baj, hogy még egy pár igét mondok? Még van egy pár percem.
Tehát értitek, hogy a sátánnak a bukása most is embereknek a bukása ugyanaz? Nincs különbség? Vagy az embernek akár most a mi bukásunk is ugyaninnen fakad? Van egy magja ennek. De amúgy a Krisztusnak is van magja, arról majd legközelebb. 1 Timóteus 4, 1-3. A Szent Szellem világosan mondja, hogy az utolsó időkben lesznek olyanok, akik letérnek a hit útjáról, megtévesztő szellemeket és gonosz szellemek tanításait követik. Figyelj, ezek képmutató és hazug tévtanítók terjesztik, akiknek a lelki ismerete már kiégett. Ezt mondja az egyszerű fordítás. Megtévesztő szellemeket a hamis Isten, gonosz szellemeket idegen Isten tanításait követik. Ezek képmutató és hazug tévtanító terjesztik, akiknek a lelki ismerete már kiégett. Két nagyon fontos szót használ itt. Képmutató. Mit mondott Jézus a képmutatásról? Mindennél. Jó, ezt tudom, hogy ezt sokszor hallottuk, de olyan szép ez. Mindennél, mindenek előtt őrizkedjél a farizeusoknak a kovászától, ami a képmutatás. Minden előtt. Ez nem ilyen, nem a gyógypedagógia miatt mondjuk ezt így el, de helyettesítsél be oda mindent. Mindenek előtt. És ott minden ott van. Őrizkedjél a képmutatástól. Mit mond még? Képmutatás és figyelj, hazugság. Soha nem volt ilyen erős a hazugság, mint most. De semmilyen szinten, de ez egy egyházra is igaz. Soha nem volt ilyen erős a hazugság. Mit mond az ige a sátánról? A sátánt minek nevezi? A hazugság atyának. És itt ugye ott mondja, ördög gyermekei, Isten gyermekei. Hazugság, igazság. Figyelj, ellenőrizd le, hogy ki miből szól. Hazugság szelleméből szól? Igazság szelleméből szól? Ellenőrizd le. 2 Korintus 4.2. Mivel Isten, az elsőt is felolvasom. Mivel Isten az, aki a kegyelme által indítva ilyen szolgálatot bízott ránk, nem veszítjük el a bátorságunkat, és nem adjuk fel. Most jön a lényeg. Figyelj, nem ravaszkodunk, nem is hamisítjuk meg Isten üzenetét. És elutasítunk mindenféle tisztességtelen manipulációt, amelyekkel egyesek titokban félrevezetik a többieket. Mint hogyha meg lenne elevenedve ez az ige, mai korban is. Valaki ravaszkodik, valaki meghamisítja Istennek az üzenetét, manipulációról is olvasunk, titokban félrevezetnek többieket. Hát a repülőre gyűjtés az ilyen, biztos lehetsz benne, vállalom a felelősséget, meg az is, hogyha lelegyinted a féllelátót. Ez nem más, mint ravasság és meghamisítása. Nyomokban lehet tartalmazni az igazra utaló jegyeket, de tudjuk, hogy a sátán is tudott igét mondani. És mit mond az ige, Salamon, hogy a kígyó útja milyen a kősziklán? Nem látod. Nem látod. Tehát ha a belső érzék szerve, a szíve az embernek azzal van tele, amit itt mondtam a Himmlernél, hogy nem, én biztos büszkeség, én nem adom, én nem leszek rangom aluli. Te lehet, hogy az vagy testvérem, de én nem leszek. Ki vagy te? Tudod, hogy ki vagyok én? Most az, amit idéztem nektek. Tudod, ki vagyok én? Nekem a Szent Szellem parancsol. Nem. Az Isten igéje parancsol. És az Isten igéjében van egy rend. És ez egy nagyon fontos. Efézus 4.14.
akkor majd nem leszünk többé olyanok, mint a gyermekek. A különböző tanítások nem fognak ide-oda dobálni és elsodorni bennünket, mint a szél és a hullámok a csónakot. Akkor majd nem tud többé befolyásolni bennünket az emberek tévútra vezető ravassága. Fontos, hogy felnőjünk, nem lehetünk örökké gyermekek az Úrban sem, hanem fel kell nőni. Ha valaki gyerekségbe akar tartani, akkor látod, egy tévútra fogsz kerülni, és nem tudja az ember, hogy merre van az előre. Az biztos, hogy az előre az nem a büszkeségbe van, nem az önteltségbe van, nem abba, hogy ki vagyok én. Biztos lehetsz benne. A helyes irány az nem ez. 2 Péter 3. Még egy pár ige búcsúzásul. De jó az ige, nem? Itt ezt a részt úgy határozza meg itt a Biblia, hogy az Úr napja közel van. Milyen jó, hogy közel van az ige. 2 Péter 3, 15, 16. Urunk most még türelmesen vár. Értsétek meg, hogy ez sokak számára a megmenekülés lehetőségét jelenti. Ugyanerről írt nektek szeretett testvérünk Pál is, Istentől kapott bölcsességgel. Ő minden levelében szokott írni ezekről a dolgokról. A levelekben akadnak nehezen érthető részek, amelyeket egyes, tudatlan és bizonytalan emberek félre magyaráznak és kiforgatnak. De nem csak Pál leveleit, hanem az írások egyéb részeit is kiforgatják eredeti értelmükből, és ezzel a saját pusztulásukat okozzák. Van ilyen, testvérek? Volt ilyen? Azt mondja Salamon, nincs új a nap alatt. Kiforgatják, félre magyarázzák az írások részeit is az eredeti értelmükből, és ezzel a saját pusztulásukat okozzák. Mit mondott Jézus a farizeusoknak? Hogy ti sem mentek be, csak milyen hatalom van bizonyos dolgokban, és másokat sem engedtek be. Tehát a megtévesztés, a félremagyarázás, a kiforgatás az ezzel jár. Megnehezíti az embernek az életét. Két forrás van. Van az igazságnak a forrása, az igazság szelleme, a hazugságnak a szelleme. Ugye nagyon nagy kérdés, hogy melyiket fogadod el. Ugye azt mondja Pál itt az egyik helyen, ezt már nem kell odalapozni. Csodálkozom attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, hogy ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok. Tehát azt jelenti, hogy van más evangélium. Tehát van hamis Krisztus, van hamis Isten, van idegen Isten az új szövetségben. Ezt lehet, hogy úgy hívják, hogy más evangélium. Lehet, hogy úgy hívják, hogy hitető szellemek. Lehet, hogy úgy hívják, hogy megtévesztés. Lehet, hogy úgy hívják, aki el akarja foglalni az első helyet Krisztus elől a szívedben. Itt azt mondja a Galatáknál még, ugye ezt más is használta, hogy amit hát ott balgatagoknak nevezi őket, ott nyilván más szót is be lehet helyettesíteni, hogy azt mondja, hogy amit szellemben kezdtetek el, hogy testben fejezitek be, ugye balgaták, galaták, ugye balgata, galaták. Ez mindenkinek érvényes. És csak azért, amit még múltkor megemlítettem, még itt zárszóként, hogy megint csak nincs új a nap alatt, ezt az igét mondták a tanítványság mozgalom bukásánál a vezetők, hogy ezt kapták az Úrtól. Egy pár ezer évvel odébb volt ez, de ezer valamennyivel biztos, ezer pár százzal. Ugyanezt kapták, hogy amit szellemben kezdtek el, testbe fejezik be. Embereket tettek az első helyre embereknek az életében és a szívében. Holott az a hely egyedül csak az Istent illeti, azért, mert ő féltékenyen szerető Isten. Nem lehet más a szívedben.
Az első keresztények közül, itt a galatákról van szó, némelyeknek, akár csak a galatáknak, rögeszméjükké vált a törvényeskedő magatartás. Mások túl messzire mentek keresztény szabadságukban, és már semmilyen szabályt nem voltak hajlandóak megtartani, hanem létrehozták a saját istenüket. Nekem csak a Szent Szellem parancsol. Te nem. Nekem az ige nem parancsol, csak az én Istenem, amit kialakítottam magamnak. Ezeket az igéket, ezeket a témákat, ezeket a megjegyzéseket annak szántam, hogy gondolkozzatok erről, hogy ne kerüljön senki az életünkben az Isten elé. Ővé az első hely, ahogy énekeltük a dalban, csak tiéd a legelső hely. És itt most nem azért, mert neked bálvány szobrod van, de tudjuk, hogy nagyon sok bálványa lehet az embernek. Lehet még egy szolgáló is a bálványa az embernek. De az már elfoglalta az Isten helyét. Mi ne legyünk olyanok, mint a galaták, hogy amit szellemben kezdtünk el, egy anarchikus állapotban fejezünk be, és már nem tudjuk, hogy ki az ellenségünk, és ezért nyírjuk a tesókat inkább. Nem teheted ezt meg. Nem gyűjthetsz repülőre. Nem mondhatod, hogy azért nem jött vissza Jézus, mert nem adakoztatok eleget. Ez hamis evangélium. Ilyen nincsen. De ha találsz ilyet, szóljál, megnézzük. De nincs benne. Ne legyenek neked idegen isteneid. Ne legyenek maga csinált isteneid. Hanem valóban az igazság és a szeretet legyen az irányadó, és az igének az ismerete, ami nem más, mint ahogy Jézus is betöltötte, amiért az Atya elküldte. Meddig volt alázatos? Végig. Nem félig, nem háromnegyedig, hanem végig. Aki kibírja, kitart, mit csinál? Üdvözül. Meddig kell nekünk ezt az evangéliumot követni? Meddig nem szabad idegen Istent engedni az Isten elé? Meddig nem szabad hamis Istent gyártanunk? Végig. És akkor nem leszünk bolond szüzek. Nem fog elfogyni az olaj, mert a garancia itt van. Ne csak egy alátét legyen, ne csak egy virágtartó, hanem ez az élő ige. Ami ha megelevenedik, akkor azt mondja az ige, hogy semmilyen törvény nincs, az a szabadságnak ez a törvénye. Ami tudjuk, hogy az Isten, a názareti Jézus Krisztusban, ez ellen semmilyen törvény nincs. Mint ahogy a szellemnek a gyümölcseit is felsorolhatod. Nincs ellenük semmilyen törvény. Testvérek, ne csináljunk hamis Istent, ne csináljunk saját Istent, ne csináljunk idegen Istent, hanem engedelmeskedjünk a Biblia Istenének, és engedjük át a teret. Ez nem a mi feladatunk. A mi feladatunk, hogy engedelmeskedjünk végig Isten igéjének. Hogyha ez megegyezik az Isten igéje azzal, amit emberek mondanak, akkor természetesen engedelmeskedhetsz. De ha nem, akkor ott van a kezedben. És ahogy Jézus, hiába mondtak neki ígét, ellenállt a sátánnak, pedig ott bekínált neki, ugye tudjuk sok mindent. Ugyanúgy te is ellene tudsz állni, és a ezüsttálcán aranyalma olyan a helyén mondott ige. Én kívánom, hogy ilyen legyen az ige a mi életünkben, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Jó volt veletek lenni. Imádkozunk, jó?